Hol volt, hol nem volt. Éppen 20 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. A jelenlegi Tolbaja királya sajnos akkor éppen nem ért rá. Valahol éppen kezelték. Ami utólag kiderült, félrekezelték, ma csak nem sikerült. Örök szív fájdalma maradt, hogy nem ő volt, aki bevitte az Unióba az országot. Harcol is elleni megállás nélkül. Nem az a megbocsájtó fajta. Most arra ott tart a mese, hogy az Uniónak nem igazán, de az országnak rengeteget árt. Be ez a becsületes családbarátot a büdös életben nem érdekelte. A nagy csatárodás közepette a bátor utca arcosnak sikerült elérnie, hogy lényegében az összes uniós tagállam ellene fordult. Nem csupán partnernek, de megbízhatónak sem tekintik Orbáni uralkodóját. Kivágták az Európai Néppártból, az uniós forrásokat pedig befogyasztották. Ez megint csak rosszindulatú, goruló dollárbaloldali sorosista gyurcsányi hazugság. Én magam léptem ki a néppártból, mert nem engedték, hogy az asztalra szar. Azóta se kérnek belőle sehol. A norvég civil alapok pénzét annyira saját zsebbe akarták rakni, hogy a nagy harcban valahol el is bukták a mohóságukban. Verje a mellét a fehér egereivel bátra harcoló utcaharcos, pedig nem sokra megyünk sem Kínával, sem Putyinnál, sem Donald Trump fantasztikus barátságával, de más meg nem maradt. Hújtan megy a hisztéria a balhé, belehazudnak a hívek arcába, hát hattól majd valami is jobb lesz. Jó ideje bele vannak zavarodva a hülyeségekbe, meg a genderbe, pedig csak nem kellene lopni, hazudni, mindjárt kevesebb feszültségforrás lenne, mert ugye lebokni sem lehetne, ha nem lenne mivel. A talpig becsületes, nem korrupt, álkeresztény Tolbaja királya úgy próbál politikai hasznot kovácsolni, hogy egymás ellen uszítja az embereket. Ez annyira keresztényi, mint maga Tolbaja fejedelme és az őt kiszolgáló csürhe. A cirkusztak vége, a bohócok valamiért maradtak. A Tolbaja királya, hogy mindenki lássa, milyen nélkülözhetetlen, kigurult az utcára, hogy besegítsen az udvari bohócnak a főváros megmentésében. Logikusan nincs értelme a dolognak, mindenki talán még Alexandra Bohóc is tudja, hogy esélytelen, de bohóckolni kell, ez a feladata. Hogy nézne már ki, hogy az utcaharcos nem oszt ki néhány pofont a főpolgármesteri posztért? Azonban túlságosan nagy energiát nem érdemes befektetni. Olyan ez, mintha a divatosan dúzott Tolbaja királya indulna az olimpián valamely versenyszámban. Megyek, és beszállok a harcba, segítem az udvari bohócot, meg kell mutatnom, hogy én vagyok az úr a háznál, mindent kézben tartok, frissen, hintőporozba, tiszta pelüsban, a koronám is ki lesz fertőtlenítve, mi baj történhet. A nép fölhatalmazott a szabad rablásra, senki nem akar háborút, csak a Fideszt. Hölnök, a sofőr kérdi, hogy mi lesz az új úti cél. Ne kíváncsiskodjon, majd megtudja a titok. Amúgy előre egyeztetett helyekre megyünk, ahol időben összeszedik a Fidesz hű embereket, akik véletlenül sem tesznek fel számomra kínos kérdéseket. Minden kérdés le van írva, én írtam mindet, nem érhet meglepetés. Megindult a csőrhe, vitték a pálinka gőzös Tolbaj királyt egyenesen Rösöge pusztára, kerülten nagyobb városokat, kevés cserepelőst pakolt a királyné. Keli csókolom, Gizinéni, hogy van a diska? Vigyúkkal, ki az a sápot tarasztja a szájú becsár? És miért ne rugodja a szemöldökét? Gizi néni, ő a mi királyom. Tudja, Gizi néni, amit megbeszéltünk, azt tessék kérdezni. Ja, mám, főhoptam. Akkor megkapom a zsákrumpimat? Persze, Gizi néni, és benne lesz a közpénz rádióban. Hallhatják majd az unokái. Hogy van a liska tehén, amit tőlem kapott a múlt héten, Gizi néni? Nagyon rosszul van, szegény liska. Fújton hány, és megy a hasa. Teje is elapadt. Mi lát a baja? Szerintem megártott neki, hogy a Tolbaj király összezogyvált tegnap minden a rádióban. Az a gyócsán volt, Gizi néni. Mit köszönhet nekünk a falu? Mit újítottunk fel az elmúlt években? Hát, a polgármester házát, de köszönet nem volt benne. Mit újítottak fel? Not semmit, csak ígéretek voltak. Aztán még a posta is bezárt. Összedőlt a faluháza. Nem ezt beszéltük meg, Gizi néni. Államosítom a telnet. Kirúgatom a fiát a közmunkaprogramból, aztán majd lesett öreg anyám 30 000-es nyugdíjából. A mi jóságos és családbarát királyunk fölújított itt mindent, saját pénzén, a közjóért.
Lett itt munkahely, új városházak, két posta nyílt. Az egyik a falu elején, a másik a falu végén. Új templom is épült, két toronnyal. Már a régit lerombolták a guruló dolláros gyúcsányosok. Új parkot is kapott a falu népe. Ott pihentem az urammal tegnap este a padon ülve. Imádkoztunk a mi jóságos királyunket. Fiatalok is voltak, csókolóztak a padon, hárman. De gyűn a gólya, potyognak a gyerekek, épülnek a házak a csoknak köszönhetően. Kire szavaz Gizi néni? Kire? Halt a tólója királyála. Sok helyen jártam az országban, itt-ott meg amott, aztán rájöttem, hogy erősebb vagyok, mint a csili paprika. Mit is újítottunk fel, gyerekek? Itt vagy hol? Általában gyerekek. Ezt majd leadják a Közpénz tévében. Akkor mindent. Betérünk az Ibolya presszóba egy felesre? Na, betolunk egy felest, és jobban megy a hazudodás és az ócsárolás. Ide voltok a gyerekeket korcsolyázni. Az Ibolya presszóba? Igen, mit nézzen értelmesen? Jól belogtam, aztán hazáig korcsolyázunk a kocsival. Ja, értem. A trágyát hova viszik? Igen, tartva. Bihetjük a várba is. Nem tartok rá igényt. Elég büdös van a várban is. Mint tudjuk, fejetől büzdik a hal. Kitaláljon még néhány Fidesz által felújított dolgot? Persze. Vegyétek számba még a nem létező dolgokat is. Említsétek meg Fájcsutot és a Hatman pusztai szelély hétvégi házamat. Nem létezőt? Nem értem. Jaj már, a Holdon építettünk egy fűtött füves stadion, négy templomot, autópálya vissza Holdra, ami a választások után kezdünk el építeni. Itt nem lehet ezen érteni. Már a bő másfél hónap a házra választásoki. Most kezdődik majd az igazi őrület. Erre bőme jut közpénz. Jön az anyázás, mocskolódás, az alkuk felrugása, összefogás, széthúzás, hátbaszúrás. Mindig ugyanaz, ugyanazokkal a bicske nyitogató stílusú szereplőkkel. Lehet hallgatni a mindenféle pidezes süketelő fejeket, akik elmesélik, hogy mindenki, de tényleg mindenki háborúpárti, kizárólag csak a Fidesz nem. Elmesélik, hogy igazából semmi más ötletük nem született, ezért nyomulnak ezzel a háborúpárti baromsággal. Azt is tudjuk a propagandistáktól, hogy a libernyákok. És hát lássuk be, aki nem fideszes, az mind libernyák. A hülye még el is hiszi, mert a gyagyás Tóni már csak jobban tudja. Ön majd a tumpika, totál beállva borostással berejtékezve zsíros hajjal, aki azt se tudja hol van. Kakadu Peti, a toporzékolás ügyi, röpködő miniszter, aki már nem akar a földön járni. A többi hiteltenek közpénzzabálót már nem is említem. Akik meg akarják magyarázni, hogy milyen jó nekem, ha tolvaj király könyékig turkál a zsebemben. A fideszes logikából azt hámozom ki, hogy Putyin libernyák, mivel ő háborúzik. A nagy keresztény tolvaj király annyira rüheli a háborúpárti libernyákokat, akkor miért nem mászik elő végre Putyin hátsójából? Soha nem találsz igazságot egy olyan országban, ahol a bűnözők alkotják a törvényt.